Én most nem tudok megszólalni. Megkérdeztem következő vendégemet, hogy hányban született, nem mondom el önöknek, Rekó Péter az. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Mert ha azt mondta volna, hogy 68-as, akkor milyen jól tudtam volna kötni, de hát súlyosan nem 68-as. Úgyhogy ezt a témát hagyjuk. Szóval a 68-as generációnak a eszmevilága az már megkopott, elkopott, erről beszélt a miniszterelnök, hogy ezzel legalábbis nem lehet jövőt építeni. Na akkor ezt így fejtse meg nekem, mint nem 68-as. Ez azért érdekes ez a politikai üzenet, mert én azt feltételezem, hogy a választóknak nagyjából a 99%-a ezt nem tudja dekódolni és értelmezni, hogy miről szól, és ez nem feltétlenül a választóknak a hibája. Igen, nyilvánvalóan az Orbán Viktor gondolkodásmódjában ezzel kapcsolódik össze. Az 1968-as nemzedék az az ő értelmezésében az a baloldali, liberális nemzedék, legfőképpen Nyugat-Európában, amelyik az ő értelmezésében egyfajta ilyen kulturális relativista, értékrelativista forradalmat hajtott végre, és befészkelte magát a nyugat-európai elitbe, az újságok szerkesztőségeibe, a politikába, stb. Daniel Cohn-Bendit, ennek egy szimbolikus képviselője a magyar jobboldal számára. Azokat a csörtéket megláttuk, hallottuk, igen. Igen, viszont tudjuk azt, hogy például Manuel Barroso is bizonyos szempontból ehhez az elithez tartozik a magyar jobboldal szemszögéből, hiszen ő korábban baloldali aktivista, ha úgy veszük, forradalmár volt, mielőtt konzervatív politikussá vált. Tehát ebben igazából benne van az egész nyugati baloldali liberális elitnek a bírálata, és benne van a nyugat alkonyának a gondolata, ami 2007 óta újra és újra visszatérő eleme Orbán Viktor beszédeinek. Tehát az 1968-as nemzedék ez nem a hazai belpolitikai viszonyok között értelmezhető, hanem Nyugat-Európában, de azért annyit szerintem itt érdemes hozzátenni, hogy mondjuk a párizsi diák lázadásokra gondolunk, vagy mondjuk Amerikában a vietnámi háború elleni tüntetésekre, a fekete egyenjogúsági mozgalmakra. Azért azt gondolom, hogy ezek azok a kulturális politikai vívmányok, amelyeket ez a nemzedék kivívott, ezek Nyugat-Európában és Amerikában azért beépültek a politikai mainstreambe. Tehát nem arról van szó, hogy ez nagyon súlyosan megosztaná Nyugat-Európát, hát, hanem sőt, a mai értelembe felvett értelmezett politikai modernitásnak részét képezik. Tehát ez inkább egyfajta szerintem konzervatív fundamentalizmus, amit itt megfogalmaz a miniszterelnök. Hát, sőt, ezek, tehát most a felsorolt események, és azok nyilván azok szellemisége, tehát hogy akkor kik, miért, hogyan emelték fel a hangjukat, mit tettek, hogyan cselekedtek, tehát ezek oly mértékbe épültek be a társadalomban, tehát ezek a demokráciának egy-egy ilyen lábai lettek, tehát hogy anélkül talán nem lett volna annyira stabil, tehát ez kellett hozzá. Vagy azt gondolom, hogy demokratikus érésben, egy társadalom demokratikus érésében ezek mérföldkövek voltak. Tehát amikor egy társadalom mer kiállni a feketékért, mer kiállni a jogokért, tehát azok valami hihetetlen fontos történelmi események. Egészen pontosan, és nem felejtsük el, hogy Kelet-Közép-Európában is akkor voltak, hát nem is olyan kis horderei megnyilvánulások a Szovjetunióval szemben, és ezek ugyanabból a szabadságeszményből táplálkoztak. Nyilvánvalóan van egy olyan politikai szubkultúra, vagy hát azt mondhatjuk, hogy kultúra, ami kinőtt ebből a 68-as nemzedékből. A zöld pártok hagyományosan egész Nyugat-Európában, meg azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is az LMP-nek a hagyománynak a képviselője, de én azért azt hiszem, hogy ezt nem lehet egy mozdulattal lesöpörni az asztalról, mert én Nyugat-Európában szerintem a legtöbb konzervatív, közép, jobboldali értelmiség és politikus azért ezeket elfogadja, de amire ez nagyon jól rávilágít, ez a 68-as generációval szembeni hadakozása Orbán Viktornak, az a mély antiliberalizmusa a magyar jobboldalnak és a Fidesznek és a kormányzatnak, amiben én azt hiszem, hogy mondjuk a párhuzamot kéne vonni, akkor leginkább a lengyel jog és igazságosság párt lehetne, ami most éppen ellenzékben van, tehát ez a lengyel jobboldalon is a konzervatívabb jobboldal, amivel eszmei rokonságot mutat, de azért Nyugat-Európában gondoljunk bele, hogy például Franciaországban milyen szekuláris még a jobboldal is, Németországban is azért milyen modern módon gondolkodik ez a jobboldal sok kérdésben, tehát én azt hiszem, hogy nyugaton itt tényleg kevés közös platformot talál. Ez most a hétvégén is előkerült már, bizonyos amerikai neokonzervatív labban
megjelenő interjú előzetesében, tehát ott is már 68-as nemzedékről beszélt a miniszterelnök. Ez az oka annak, hogy Európában ilyen hevesen támadják az alkotmányt, különösen a 68-as nemzedék. Ez nem csak egy alkotmány, hanem az antitézise annak, ahogyan ők az európai történelmet értelmezik. Aztán ma meg itthon a diaszporán 68-as, tehát most kinek, tehát az amerikai lapnak nyilatkozva még lehet Kombenditnek, meg nem tudom, nyugatnak üzenni, a diaszporán, meg nekünk most ez milyen fontos üzenet, hogy itt már valaki kikoptak, és ne az ő gondolkodásmódjuk, vagy az nem is, azon nem lehet jövőt építeni, tehát ez most kinek szól? Ez a valódi kérdés, mert én tényleg azt gondolom, hogy ezt a magyar választók többségét ez a szintű ideológiai eszmefuttatás valószínűleg nem is érdekli, és nem is biztos, hogy értik. És még azt feltételezem egyébként, hogy az elkötelezett jobboldali szavazótábornak egy jelentős része sem nagyon érti ezeket az üzeneteket. Ilyen szempontból ennek jelentősége van az, hogy azt láthatjuk, és ebben a folyamatban van sok reaktív elem is, hogy a nyugatról érkező támadások hatására egyfajta olyan önigazoló ideológia születik, ami arra épül fel, hogy a nyugatnak az eszmevilága, a teljes gazdasági rendszere, a kulturális rendszere, a politikai berendezkedése az életképtelen, és a nyugat összeomlik. Én ennek most még viszonylag kevés jelét látom, például sokat kritizált Németország azért most mégiscsak ismét elindult a gazdasági növekedés útján, Magyarország pedig recesszióba fordult ismét. Ezt is mondta Orbán Viktor. Reméljük, hogy így lesz, hogy jövőre mi is velük tartunk, de azért ez nem egy közgazdasági konszenzus per pillanat. Tehát, hogy nyilvánvalóan van ennek ebből a szempontból szerepe, de hogy pontosan kiket szólít meg, az szerintem sem jelens. Hát, hogyha hazai szavazókban, vagy hazai bázisban gondolkodunk, akkor ha nem is ennyire egyértelmű, mondjuk elég lett volna a Kombenit nevét mondani, és akkor világosabb lett volna az üzenet. Viszont az a része, amivel folytatta a miniszterelnök, hogy na ehhez a valamilyen avittas, vagy hát túl liberális nyugati gondolkodásmódhoz képest itt vagyunk mi, akik viszont a 10 parancsolatot tartjuk itt a legfontosabb vezérlő erőnek, és majd attól lesz minden. Tehát így már aztán megvan a választóközeg is, nem? Igen, valóban ez a dihotómia az erre épül. Korábban az új embernek adott egy interjút a miniszterelnök, ahol ezt a dihotómiát úgy fogalmazta meg, hogy a modernitás erői a vallástalan, tudományos, alapra helyezkedő, istentelen világképre építik a politikájukat, és ezzel szemben van a nemzet, a család és a vallás értékeit előtérben állító politika. Azért ez egy nagyon-nagyon erős dihotómia. És szerintem politikai... A 10 parancsolatban nem csak család és Isten van benne, tehát azért tehát hogy a politikai közhangulatot nézzük, hogy nagyon sok bizonytalannak miért nincs választható pártja, akkor ő is gondolhat a 10 parancsolat, és azt mondja, hogy hát az a ne lopj, az is fontos lenne, nem? Tehát, hogy a politika, miközben azért ez egy nagyon leegyszerűsített magyarázat a jelen helyzetre, de akik kiábrándultak a politikából, magyarázatok 99% arról szól, hogy ezek csak lopnak, csalnak, hazudnak, nem is érdekel, nem? Tehát, hogy ez a közvélekedés. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy valóban megroppant most. Én azt gondolom, hogy a kormánynak a hitelesség és valahogy az erkölcsi alapzata és a választók nem ugyanúgy érzékelik, mint ahogy a ciklus elején, amikor még egy sokkal én most nem csak erre a kormányra gondoltam, hanem egyáltalán politikai elitre. Pontosan, de én azt gondolom, hogy amit most látunk az utóbbi pár hónapban, nagyon sok ilyen én azt mondanám, hogy fundamentalista, konzervatív kijelentést hallhatunk, ilyen elvont szimbolikus politikai üzeneteket, amelyeket sokszor nehéz megfejteni, pontosan kiknek szólnak, és a fő célja ennek szerintem az, hogy a Fidesz azért az utóbbi hónapokban egy folyamatos népszerűségesésben van, vagyis hát mondhatjuk, hogy a cikk, hát körülbelül egy éve, és ha meg akarja állítani ezt a folyamatot, akkor gondolhatja azt, hogy a legelkötelezettebb szavazóikra kell támaszkodni, amelyeknek nagyon erősen, markánsan konzervatív a gondolkodás. Azokkal is baj van, mint hogy mindannyiunkkal baj van, mert ez meg ennek az amerikai nem konzervatív lapnak az interjújából derül ki, hogy hát egy 10 millió szabadságharcos, tehát hogy ennyivel áll szembe Orbán Viktor, és nagyon nehéz minket ezt a nemzetet kormányozni.
ez mindenki szabad. Én azt hittem, eddig a szabadságharcosok jók, mert hogy velük nyert választást a kormány, és ezt oly sokszor, vagyis hát a Fidesz oly sokszor hangsúlyozta. Most meg már nehéz, mert már 10 millióan vagyunk. Hát az erről is szól szerintem, hogy 10 millió szabadságharcos vezetni, az mégis csak egy heroikus feladat, de egy szép, szép feladat is egyben, és a kormány ezzel megbirkózik ezzel a feladattal, de a szabadságharc is egy nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, hogy azért a komolyan vehető közvéleménykutatások többsége inkább azt mutatja, hogy a szabadságharc azért a magyar lakosság nagyobb része számára azért nem egy olyan nagyon jó hívószó abból a szempontból, hogy nem akarnak elszakadni az Európai Uniótól, az IMF-től, és nem is akarják a konfliktus kieleződését, egy biztonságos nemzetközi gazdasági politikai viszonyrendszerbe képzelik el Magyarország jövőjét. Ehhez képest folyamatosan zajlik a szabadságharcos retorika, és lehet azt mondani, hogy a Fidesz törzsszavazók jelentős része számára ez az üzenet az, ami politikailag nagyon népszerű, de hogyha megnézzük mondjuk a legfrissebb Euróbarométer kutatásokat, akkor azt látjuk egyébként, az Európai Unió iránti bizalom a Fidesz szavazótáborában az egyik legerősebb, ami azt mutatja, hogy az se biztos, hogy ez abban a közegben annyira népszerű, ez az egyik szempont, a másik szempont pedig, hogy nem szerintem a Fidesz és Orbán Viktor is hibát követel akkor, hogyha csak a törzsszavazói bázis erre 1,5 millió emberre építve akar választást nyerni 2014-ben, mert könnyen lehet, hogy a regisztráció mégsem tart távol olyan sok embert a szavazást, olyan sok bizonytalant, mint ahogy azt gondolják, és a magyar választások tapasztalata eddig az, hogy igazából középről lehet a centrumból választást nyerni, és nem pedig a nagyon elkötelezett szavazótáborokra támaszkodva. Ővelük lehet számolni eleve, mert ők megvannak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Mindjárt folytatjuk a reklám után. Itt lesz Gyurcsány Ferenc, Magyar Bálint és Balogh Zoltán. Maradjanak velünk.